Települési és nemzetiségi önkormányzat alakítások és egy kis sport a mai Barcsi Krónikában. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Hit Televízió nézőit a Barcs Média szerkesztősége nevében. Tudják, ez az a szerkesztőség, amelyet a hét minden napján hívhatnak. Elérhetőségeink 565-266, 0676-39-1027, és írhatnak nekünk az info@barcsmedia.hu címre is. És akkor elsőként nézzük főbb témáinkat röviden. Egy alpolgármestere lesz Barcsnak a most kezdődő ciklusban. Bizottsági struktúráról is döntött alakuló ülésén az új barcsi képviselőtestület. Tatai Ferenc elnökként, Karsai Éva pedig elnök helyettesként dolgozhat a Barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzatban. Már szervezi a hagyományos mártonnapi felvonulást a frissen megalakult Barcsi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az alakuló ülésen elnököt és elnök helyettest is választottak. Nagyobb mértékben vonná be a hagyományok őrzésébe a fiatalokat az új horvát nemzetiségi önkormányzat. A barcsi horvátok munkája országos hírű, amit tovább bővítene a most alakult testület. A futás mellett az idei világnaphoz igazodva fát is ültettek a barcsi judokák és mestereik. A helyi egyesület célja, hogy a kitartásra és önfegyelemre is tanító sportágat népszerűsítse a fiatalok körében. Szalai Csillát választotta alpolgármesternek alakuló ülésén az új barcsi képviselőtestület. A most induló ciklusban az eddigi bizottsági struktúra is átalakul, külön szakmacsoportot kap a városfejlesztés és a turisztika, így a szakbizottságok száma egyel bővül. Solti Pál néhai önkormányzati képviselőre házi orvosra emlékeztek az alakulőülés kezdetén a barcsi frissen megválasztott képviselőtestület tagjai, s csak eztán kezdődött meg a testület alakulóülése. A himnusz hangjai után Kós Csaba köszöntötte a megjelenteket, majd az eskütételekkel együtt a 17 napi rendi pontot tárgyalta meg a testület. Dr. Banna Zoltán tájékoztatta a nyilvánosságot a helyi választási bizottság munkájáról, a választás eredményéről és a jogorvoslatokról. Elhangzott, a választás napján bejelentés nem érkezett, rendkívüli esemény Barcson nem történt. A szavazás lezárása után is feladatok voltak természetesen, a választás eredményét kellett megállapítani, a szavazóköri lezárt jegyzőkönyvek alapján aznap éjszaka rögtön, kivéve a kompenzációs listák eredményét, erre néhány nappal később is került sor. A szavazás eredményét ki kellett hirdetni a helyben szokásos módon, még aznap éjszaka. Új feladata is volt a választási bizottságnak, jogszabályváltozás miatt. A jogalkotó ezzel kapcsolatosan mindent elkövetett, hogy ez egy kicsit elhúzódjon és egy kicsit nehéz legyen, de a választási bizottság meg tudta oldani. Ez nem volt más, mint a nemzetiségi önkormányzati választások esetében, a szavazólapokat, a borítékokat fel kellett bontani, egyenként ellenőrizni, és ezt követően kellett megállapítani a nemzetiségi önkormányzati választásoknak az eredményét. Ez a munka hosszú volt, át is húzódott 14-ére a délelőtti órákra. Ezután került sor az egyéni képviselők választási eredményének megállapítására, jogerőre emelkedés után pedig a kompenzációs listák eredményét állapította meg a választási bizottság, így 3 mandátum került ekkor kiosztásra. Ezután került sor a polgármesteri és képviselői megbízó levelek átadására, a választási eredmény jogerőre megállapításának jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül. A képviselőtestület tagjai a helyi választási bizottság beszámolóját egyhangulag elfogadták. A szervezeti és működési szabályzatot is elfogadta az új testület. Eszerint egy új bizottság is működik majd a megszokott 3 grémium helyett, így a városfejlesztési és turisztikai feladatok új bizottságot kaptak. Az új testület így 4 bizottsággal állhat fel. A titkos szavazásokhoz felálló bizottságba minden jelölő szervezet egy-egy tagját választották meg egyhangulag.
egyhangulag. Eztán került sor a tisztségviselők és a bizottsági tagok megválasztására. Barcson egy alpolgármester megválasztására tett javaslatot a polgármester. Véleménye szerint két alpolgármester megválasztása nem indokolt. Én megteszem az előterjesztésemet röviden. Szalai Csillát szeretném javasolni a figyelmetekbe. A Csilla is annak a fiatal csapatnak a tagja, akikkel a Fidesz-KDNP képviselőit megújítottuk, és én úgy gondolom, hogy ezt kell tenni a többi pártnak is, a középkorosztályt behívni a várossal való törődésbe, a várossal való munkába, mert egyszer eljön az az időszak, hogy mi is leköszönünk, mert elmegyünk nyugdíjba, és akkor jöjjön utánunk a következő generáció. Tehát én szíves figyelmetekbe ajánlom Szalai Csillát, és őt szeretném alpolgármesternek. A testület tagjai eztán titkos szavazással egy külön helyiségbe vonulva döntöttek az alpolgármester személyéről. A szavazatok számlálása után Tatai Ferenc, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette az eredményt. Szalai Csilla alpolgármester jelöltre vonatkozó szavazás eredménye. Szavazásra jogosultak száma 12 fő, leadott szavazatok száma 12 darab szavazat, érvényes szavazatok száma 12, tehát érvénytelen szavazat nem volt, érvényes szavazatok közül a jelöltre leadott szavazatok száma 8 darab, igen, a jelölt ellen leadott szavazatok száma pedig 4 darab, tehát a nem. A Szavazatszámláló Bizottság az alábbiakat állapította meg. A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy a jelöltre leadott 8 igen szavazattal a képviselő testület Szalai Csilla képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. Az előterjesztés értelmében az alpolgármester asszony megbízatását nem főállásban, hanem társadalmi megbízatásban látja majd el. Szalai Csilla eztán köszönetet mondott a jelölésért és a megválasztásáért is, egyúttal ígéretet tett arra, hogy becsülettel és szorgalommal dolgozik azokért is, akik nem támogatták ezúttal. Aztán alpolgármesterként esküdtett. Ezt követően a bizottságok képviselő tagjait választották meg a testület tagjai. Először is a Jogi Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnökére, elnöki pozíciója a Tatai Ferencet kértem föl, és egyeztettem vele a tagjai Anderné Röszler Erika, Kis Anita és dr. Nüszbül Árpád. A testület jóváhagyta a bizottság összetételét, majd az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság összetételére tett javaslatot a polgármester. Elnökké javasolta a polgármester Varga Zoltánt, tagnak Remes Gábort, Horváth Józsefet és Krisztián Ferencet. A személyenkénti szavazás során minden tag és az elnök megválasztását is támogatta a testület. Következő bizottságunk a Pénzügyi Bizottság, ennek elnökének Csende Jánosnét. Szeretném felkérni, és tagjai Varga Zoltán, Losteiner István és Kis Anita. A bizottság tagjait és elnökét itt is támogatták a városatyák. A Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság új grémiumként kezdheti meg működését. Elnökké dr. Nuszpül Árpádot, taggá Horváth Józsefet, Krisztián Ferencet és Losteiner Istvánt választották meg. Eztán a polgármester költségtérítéséről és illetményéről is voksoltak a városatyák. Kós Csaba eszerint a jogszabállyal összhangban és a település méretéhez igazítva havonta bruttó 698 ezer forint havi illetményért és 104 ezer forintos költségtérítésért dolgozik majd. Megalakult az elmúlt héten a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, mely az előző ciklusban 4 tagú volt, de a törvényi változásnak köszönhetően a 100 fős regisztrációt követően 5 fősre nőtt. A szavazólapokon szereplő 6 jelölt közül Bicákné Popovics Anna, Csende Jánosné, Jankovics József, Kovácsné Felső Andrea és Szolga Zoltán kapott képviselői mandátumot. Megbízó levél átadással indult Barcsváros Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának alakuló ülése. Egyéb elfoglaltsága miatt a hivatalos eljárást megelőzően vette át megbízó levelét Jankovics József. Az eskütételt követően a testület Csende Jánosnét bízta meg az önkormányzat vezetésével, erre a ciklusra is,
de többen is vannak, akik folytatják a már megkezdett képviselői tevékenységet. A képviselőtestületünkben van két új tagunk, ő Szolga Zoltán és Jankovics József, a régiek pedig jó magamon kívül Bicákné Popovics Anna és Kovácsné Felső Andrea. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb feladatunk az lenne, hogy az anyanyelvüket, az identitásokat megőrizzük, és ehhez kapcsolódnak a programjaink is. Azért mondtam, hogy folytatni kell, meg folyamatban vannak olyan pályázataink is, amit még az előző képviselőtestület pályázott és szervezett. A legközelebbi programunk, ami úgy gondolom nem csak a barcsiakat, hanem Magyarország-horvát közösségét érinti, az Országos Horvát Nap. Ezt az eseményt az öt régió felváltva szervezi az idei évben, Bácska, Soros és Baján lesz a rendezvény. Ide 55-60 fő utazik, hogy találkozzanak a bácskai horvátokkal és a hazai más horvát közösségek csoportjaival. Ezt összekötik egy horvát nyelvű misével is, de ilyenre Barcson is sor kerül, az advent szerves részeként a barcsi római katolikus templomban december 10-én. A misét egy fiatal atya celebrálja, ami azért is érdekes, mert a fiatalok minden területről hiányoznak. Én úgy gondolom, hogy a megkezdett munkát azt folytatnunk kell, és ami nagyon nagy feladat, és ezt minden évben elmondom, hogy valahogy magunk köré kellene gyűjtenünk a fiataljainkat, a közösség tagjait, hát ez most egyelőre egy nagy feladat lesz. Nem csak Barcson, hanem megye és régió szinten is. Csendel Jánosné ebben a munkában teljes mértékig részt vesz, hisz az újonnan felállt Somogy megyei területi horvát önkormányzatnak is a tagja, és újra az elnöke is. A megyei alakuló ülésen hangzott el, hogy az Interreg program keretében lehetőség lenne egy főállású fiatal személy alkalmazására. Nagyon jó dolog lenne, mert a horvátország anyaországi kapcsolataink felerősödnek, azt, amit most már nem csak a kampányba mondtunk, hanem érezzük is, ami nem csak kulturális kereteken belül, hanem ki lenne terjesztve gazdaságira. Most én úgy gondolom, az lenne a legfőbb feladat, hogy találjunk olyan fiatal embert vagy hölgyet, akit haza tudunk csábítani. Így most fiatalokat várnak a hagyományőrző közösségek és a kapcsolattartó testületbe is. Ez utóbbi tisztségre horvátul és angolul tudó agilis fiatalok jelentkezését várják. Az elkezdett munka folytatása a célja az új roma nemzetiségi önkormányzatnak, ezt Tatai Ferenc mondta az alakuló ülést követően. A testület új elnöke kiemelte, jól működő, a közösségért tenni akaró és agilis csapat állt össze az elmúlt években, akik közül négyen vele együtt dolgozhatnak majd a szavazók döntése értelmében az új testületben. Letette esküjét Barcsváros roma nemzetiségi önkormányzata. Az eskütételt követően Takács József, a helyi választási bizottság elnök helyettese ismertette a 2019. október 13-ai szavazás végeredményét, amely szerint Barcsváros roma nemzetiségi önkormányzatának tagjai Csatos Rihárd, Karsai Éva, Kerényi Klaudia, Óvári Róbert és Tatai Ferenc. Tatai Ferencen kívül mindenki új a testületben, de olyan személyek, akik az elmúlt években aktívan részt vettek a nemzetiségi közösség életében és programjainak szervezésében. A képviselők Tatai Ferencet választották meg elnöknek, elnök helyettesnek pedig Karsai Évát. Ugye a roma nemzetiségi önkormányzat szavazólapján 10 fő képviselő jelölt szerepelt, mi öten ugye a Lungodrom jelölésében, illetve a rövidítést fogok mondani, JASZ, Jövő Alakítók Szövetsége, remélem jól tudom, képviselő jelöltjei voltak, és ugye hál' Istennek, és nagyon szépen köszönöm a szavazóknak, hogy a Lungodrom jelöltjeit támogatták többségében, így mind az 5 fő Lungodrom most jelölt került be a roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületébe. Az új barcsi roma nemzetiségi önkormányzatnak célja az elkezdett hagyományőrző munka folytatása, az első feladat pedig a közösségi háznál, a felújítást, bővítést követően a visszaköltözés megszervezése, majd a ház élettel való megtöltése. Lassan jön a
Mikulás napi rendezvényünk, az adventi rendezvényünk, ugye a betlehemi rendezvény, illetve a szeretnénk egy rendezvényt tartani ugye az átadásnál, hogy a közösségi házat méltóképpen ugye úgymond felavassuk egy rendezvénnyel, és hát ezen a vonalon szeretnénk tovább menni. Ugye nagyon fontosnak tartom, hogy a kultúrát, a hagyományőrzést ápoljuk. Éppen ezért a gyerekeknek szeretnénk külön rendezvényeket, foglalkozásokat tartani. Erre már kezd összeállni egy stáb, aki ezzel fog foglalkozni. Ezen kívül folytatódik az egy tál meleg ételosztás, valamint az érkező adományok szétosztása, illetve visszaköltözés után a közösségi házban kialakított irodában továbbra is segítséget nyújtanak mindenkinek ügyes-bajos dolgaik intézésében. Én ugye jelenleg is a Lent a Romoha önkormányzatnál dolgozok, most már másfél éve, és büszke vagyok a csapatra, ugye, hogy ide ilyen emberekkel dolgozhatok. Én kijárok ugye ez a házi segítségnyújtásba emberekhez, ismerem őket, beszélgetek velük, és tudom, mik a napi problémájuk, és tudunk segíteni bármiben. Bármilyenféle problémájuk van, azt esetleg jelezhetik nekem, hogyha kint vagyok, ugye kimegyek házhoz, és akkor, hogyha jelenleg nem tudok segíteni, akkor mindenképpen bent jelzem az irodába. Tatai Ferenc, a Barcsi önkormányzat elnöke, a Somogy megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is tagja, választott alelnöke, így a jövőben a barcsi, körzeti, valamint a megyei cigányság érdekeit is képviseli. Az őszi helyhatósági választás a német közösség egyik legmozgalmasabb időszakára esett. A mártonnapi programszervezés kellős közepén alakult meg az új testület, de ez sem jelent akadályt a felvonulás és az ünneplés folytatása és lebonyolítása szempontjából. Azonnali munkával indult a Barcsi Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése. Az ünnepi ceremóniát követően már a nemzetiségi programokat tárgyalták. Az első programunk az ugye november 11-én a hagyományos mártonnapi lampionos felvonulás, ami ugyanúgy, mint az eddigi években az Arany János Általános Iskola elől indul és oda érkezik, és ott vendéglátással várjuk a szeretet lángját vívő sokaságot, reméljük felnőttek, gyerekek sokan részt fognak rajta venni. Ennek a programnak és az ezeket követőknek a szervezésében is egy ötfős testület vesz részt. A jelenlegi nemzetiségi önkormányzatnak vannak új tagjai, de nem igazán új tagjai, hiszen akik most új tagok, ők már voltak korábban a tagjai a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ugye az nem tőlünk függ, hogy éppen a nemzetiségi önkormányzat hány tagú lehet, 4 tagú, 5 tagú, úgyhogy nagyon sok szeretettel üdvözöljük az új, régi új tagjainkat a sorainkban. Hartmann Mária, Kutrovic Zoltánné, ők az új tagok, azon kívül a régi tagok Stolc Miklós, Haga Ferencné és jó magam Domonkasné Rippeléva. Az elnök és elnök helyettes személyében nem történt változás, a testület ezúttal is Domonkosné Rippel Évát választotta meg elnöknek, akinek a munkáját Haga Ferencné segíti majd elnök helyettesként. Hasonlóképp a tervek között is csak minimális változás szerepel, ragaszkodnak jól bevált a város és a német közösség által kedvelt programokhoz, de a régi táborok hangulatát idézve több gyermekprogramot terveznek. A következő ciklusra több mindent tervezünk, ehhez nagyban hozzá fog járulni az, hogy reméljük sikeres lesz a pályázatunk, amit beadtunk. Egy közel 5 millió forintos pályázatunk van jelenleg függőben, és ebben pedig szeretnénk több városi, úgymond nagy rendezvényt szervezni a németség bevonásával, például Schwab Sörfesztivál piknikkel, és több olyan egyesületet, zenekart, akár színházat, német nyelvűt meghívni, akik ezeket a hagyományokat, a kultúrát tovább terjesztik, és megmutathatjuk ezt a Barcson élőknek. Barcsváros legfiatalabb önkormányzata a német közösség képviseletében már 17 éve működik, s miután a választási törvény az önkormányzatok tagjainak számát a regisztráltak számához köti, jó hír, hogy ezúttal már egy személlyel több képviselőről beszélhetünk, mert nőtt a nemzetiséghez tartozók száma.
Egyre több lesz, és nagyon örülünk neki, hogy a tagjaink közé egy szívesen jönnek az emberek, úgyhogy a választások előtt is elég sok volt a regisztráció, még a plusz regisztráció. Ez egyébként számomra nagyon nagy eredmény, és hadd meséljem el egy élményemet, amikor 2002-ben mi próbáltuk ugye a nemzetiségi önkormányzatot szervezni, akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy rá ez a név mindig csak rosszat hozott, és hogy ő nem szeretne ebben, nem szeretne regisztrálni, nem szeretne ebben részt venni, de az ő gyereke már felhívott, hogy ő viszont szeretne német nemzetiséghez tartozónak vallani magát, és hogy lehet ezt a regisztrációt megtenni. Domonkosné Rippel Éva úgy fogalmazott, a közösségépítés nagyon-nagyon fontos számukra, és nagyon szeretnék, ha ez a társaság, ez a közösség, ez a német közösség egyben maradna, tudnának egymásról, és ezek a hagyományok tovább folytatódnának. A hagyományokhoz híven az idei évben is megemlékeztek a barcsi dzsúdósok, a sportág alapítójának, Jigoro Kano professzornak a születésnapjáról. Ahogy az lenni szokott, figyelemfelkeltő futással népszerűsítették sportágukat, de az idei évben a világnap eseményeihez kapcsolódva fát is ültettek az utánpótlás bázisoknál a sportolók. Október 28-a minden évben jeles dátum a dzsúdósoknak, hiszen sportáguk alapítója, a japán Jigoro Kano ezen a napon született, így világszerte megemlékezést tartanak a sportolók a professzor tiszteletére. A dzsúdó világnapját a barcsi dojóban is több éve megünneplik. Most már 6. alkalommal szervezi a Nemzetközi Dzsúdó Szövetség a dzsúdó világnapja alkalmából ezt a október 28-ai emléknapot, Jigoro Kano születésének az évfordulója, és most már hagyományosan a Barcsi Judo Sport Egyesület egy utcai emlékfutással adózik a világnap alkalmából ennek az eseménynek. De természetesen a szervezők minden évben törekednek az újításra. A Nemzetközi Judo Szövetség is minden évben új témakörű építi fel a meghirdetett programot. Több újítás is van, ugye hála Istennek elkészült az új judótermünk, a Hidesi Ervin judóterem, és az idei évtől ugye innét indul az emlékfutás, és ide is fogunk visszaérkezni. Egy kicsit hosszabb lesz a táv, mint amit eddig teljesítettek a szakosztály és az érdeklődők, akik részt vettek a rendezvényen. Ez az egyik dolog, a másik pedig ugye minden évben egy jelszót tűz ki célul a Nemzetközi Judo Szövetség, és az idei évben az ültessünk egy facsemetét. Elég népszerű jelszó lett az idei évben, ugye ennek a jegyében zajlik az emlékfutás. A futáson a legapróbbaktól a legnagyobbakig szinte mindenki judogit öltött, és futásnak indult a dojo elől, hogy felhívják a város figyelmét sportágukra és az idei év üzenetére. Két facsemetét ültettek el a sporták képviselői, egyet az Arany János Általános Iskola, egyet pedig a Deák Ferenc Általános Iskola udvarán. A futáson természetesen nem csak a szakosztály tagjai vehettek részt, voltak olyan kis sportolók, akiket szüleik vagy testvéreik kísértek el. Petikét, aki szeptember óta ismerkedik a sportággal nagy sikerrel, például nővére támogatta, mivel számukra fontos nem csak a sport, hanem a környezetünk megóvása is. Szeretek futni, meg ez olyan érdekesnek hangzott. Ez jót tesz a természetnek, meg szebb lesz tőle a világ szerintem. A Nemzetközi Judo Szövetség által kihirdetett felhívás szerint tehát Kano mester születésnapja ezúttal a környezetvédelem üzenetét hordozta. Hiszen a faültetéssel mérsékelhetjük a klímaváltozást, hozzájárulhatunk a helyi közösségek jólétéhez és a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatósághoz is. Ezen gondolatok mentén a szakosztály vezetője nem csak az iskolában elültetett fákat ajánlotta fel, hanem a rendezvény résztvevőit is megajándékozta egy-egy csemetével. Ennyi fért eheti krónikánkba, nézzük még egyszer a főbb témákat röviden. Egy alpolgármestere lesz Barcsnak a most kezdődő ciklusban. Bizottsági struktúráról is döntött alakuló ülésén az új barcsi képviselőtestület. Tatai Ferenc elnökként, Karsai Éva pedig elnök helyettesként dolgozhat a barcsi roma nemzetiségi önkormányzatban.
Már szervezi a hagyományos mártonnapi felvonulást a frissen megalakult Barcsi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az alakuló ülésen elnököt és elnökhelyettest is választottak. Nagyobb mértékben vonná be a hagyományok őrzésébe a fiatalokat az új horvát nemzetiségi önkormányzat. A barcsi horvátok munkája országos hírű, amit tovább bővítene a most alakult testület. A futás mellett az idei világnaphoz igazodva fát is ültettek a barcsi judokák és mestereik. A helyi egyesület célja, hogy a kitartásra és önfegyelemre is tanító sportágat népszerűsítse a fiatalok körében. A Barcsi Krónika ezzel véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva is, hisz hétfőn a szokott időben újra jelentkezünk friss hírekkel. Viszontlátásra!